Szász János filmje a Nagy Füzet nyerte a Karlovy-Vári Filmfesztivál nagy díját. A Kristály Globuszt a film producere Sőt Sándor vette át. A magyar, német, osztrák, francia koprodukcióban készült film Agota Krisztóf trilógia című regényének adaptációja. A film a II. Világháború könyörtelen éveiben játszódik, egy határmenti magyar faluban, és egy 13 éves ikerpárról szól, akik a nagymamájuknál nevelkednek. A Nagy Füzet 14 másik filmmel volt versenyben a fesztiválon, amelynek zsűriét a lengyel rendező Agnieszka Holland vezette. A film a 13 éves gyerekek történetét meséli el, akik kegyetlen nagymamájukkal élnek. Őt Molnár Piroska alakítja. A szeretet teljesen hiányzik a gyerekek életéből, és közben átélik a világháború borzalmait, látják a katonák szadizmusát. Az a testedzési gyakorlat volt. Ez egy háborús film háború nélkül. A film a két gyerek pszichológiai fejlődéséről szól, és arról, hogy a háború mit tud tenni a gyerekek lelki világával. A film témája ezért ma is releváns, mondja Sőt Sándor, a film producere. Karlovy-Variban külön szekciója van a kelet-európai filmeknek. Ebben a kategóriában a Nyugat-Kelete díjat Tomas Vasilevski filmje, a Floating Skyscrapers nyerte. A film a szerelemről szól. Fiú és lány között, fiú és fiú között, anya és fia, apa és fia közt, mondta a rendező. Majd hozzátette, hogy nagyon érdekes volt feldolgozni olyan témákat, amelyek általában kimaradnak a lengyel filmekből. Azt is elmondta, hogy mindig olyan karaktereket keres, akik sérültek, vagy egy kisebbséget képviselnek. A film egy atlétáról szól, aki az anyjával és a barátnőjével lakik együtt. Egy este azonban találkozik egy vele egykorú férfival, akivel viszonya lesz. A körülmények persze elkezdik bonyolítani a helyzetet. A film a meleg kapcsolaton keresztül boncolgatja a szexualitás, az identitás és a társadalmi elfogadottság kérdéseit. A fesztivál záró estjén az életmű díjat a háromszoros Oscar-díjas rendező és forgatókönyvíró Oliver Stone kapta.